által egy jelentős hitelfelvétel révén ránk eső 1,75 milliárd forintos visszafizetésre a kormány ad-e idén visszafizetési moratóriumot? Biztosít-e úgymond haladékot Pécs számára? Igen vagy nem? A második kérdésünk kapcsán pedig azt szeretnénk megtudni, hogy a pécsiek egyetértenek-e, támogatnak-e bennünket abban, hogy a gépjárműadó azon 40%-át, amelyet a Fidesz kormányzat 2020-tól már elvont, tehát ezt a gépjárműadó 40%-át Pécs 2022-ben visszakapja, azért, hogy minden egyes forintját a pécsi utak felújítására tudjuk fordítani. Fontos tisztázni, hogy nem ajándékot kérek, hanem haladékot, levegőt szeretnénk Pécs számára kérni, mert hogy 2019-ben, amikor a városvezetésre jelentkeztünk, vállalkoztunk, sok mindennel számoltunk, tudtuk, hogy az elődeink által felvett 9,5 milliárd forintból a ránk eső 8,5 milliárd forintot vissza kell fizetni, pontosan tudtuk. Azt azonban nem tudtuk, hogy mi vár ránk, akár Covid, akár a Covid okán elővált kormányzati döntésekről beszélek. Legalább 4 olyan, és most rengeteg terhet, extra terhet föl tudnék sorolni, de most engedjenek meg nekem 4-et. Azzal nem számoltunk, hogy a kormány a járványügyre hivatkozva az iparőzési adónk drasztikus csökkentését határozta el. Azzal sem számoltunk, hogy a gépjárműadó 40%-át is elvonja a településektől, így Pécstől is, ez különben Pécs esetében évi 430 millió forint olyan forrás elvonást jelentett 2020-tól, amely 430 millió forint pontosan nagyon hiányzik a kasszánkból, hiszen a pécsi utak bőven megérdemelnék a felújítást. Szintén nem számoltunk azzal, hogy a kormányzati döntés következtében ingyenes válik a pécsi parkolás. Ez gyakorlatilag 2020-ban és 2021-ben 700 millió forint forrás hiányt okozott, és nyilvánvalóan egyikünk sem számolhatott azzal, hogy az infláció elszáll, az energiárak szintén drasztikusan emelkednek, és mindemellett a Covid okozta gazdasági társaságokra gyakorolt bevételek is visszaesnek, így az iparüzési adó emiatt is csökken. Mit eredményez ez? Számokat szeretnék összefoglalni. 2020-ban összességében 3,4 milliárd forint bevételkiesést eredményezett mindez a hatás a pécsi önkormányzat kasszájában. Ezt a 3,4 milliárd forintot azonban Pécs vállalta, a közös teherviselés jegyében nem kértünk és nem is kaptunk kormányzati kompenzációt. 2021-ben 5,77 milliárd forintos bevételkieséssel számoltunk, ekkor a kompenzációs igénnyel jelentkeztünk a kormányzatnál. Ebből 2 milliárd forint iparüzési adó kompenzációt meg is kaptunk, és hogyha még hozzászámolom azt az 1 milliárd forintot, amit a reptér üzletrészünk értékesítése okán megkapott a város, ez nem kompenzáció, de mégis bevétel, akkor és további 340 milliós támogatást kapott 21-ben Pécs, akkor azt tudom mondani, hogy az 5,77 milliárd forintból, kompenzációs igényből végül 2,3 milliárd forint nem került semmilyen módon biztosításra Pécs vonatkozásában. Ez tehát 2020-ban és 21-ben összességében mintegy 6 milliárd forintos, úgymond lefedetlen kompenzációs igényt produkált. Aztán tegnap elfogadtuk a 2022 évi költségvetést, és be tudok számolni róla sajnos, hogy 2022-ben egy újabb 6 milliárd forintos kompenzációs igény keletkezett Pécs költségvetése tekintetében, és ha ezt most összeadom 2021-22-re, akkor 12 milliárd forintos, úgymond kompenzációt igényelne ez a helyzet. Na ez az, amire nem számoltunk 2019-ben, tehát az elődeink által felhalmozott adósság rendezésére készültünk, vállaltuk, azonban azt, hogy ez többszörösen meghaladó 12 milliárd forintos léptékű újabb csapás éri a várost, erre nem tudtunk felkészülni, de megmondom, hogy nem is akartunk. Úgyhogy szeretném hangsúlyozni, hogy olyan aláírásgyűjtési akciót kezdeményezünk a két kérdés révén, amiben nem ajándékot kérünk, hanem Pécsnek levegőt. Szeretném azt is megemlíteni, hogy a hitelmoratórium tekintetében a pénzügyminisztérium és a belügyminisztérium felé hivatalosan eljárva kérelmeztük
a moratórium, visszafizetési moratóriumot. Egyébként épp tegnap érkezett meg a hivatalos válasz, amelyben értesített bennünket a pénzügyminisztérium, hogy a kérésünket elutasították. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, aktuális a kérdés, mert ettől Pécs gazdasági helyzete még nincs megoldva. Tehát nem ajándékot kérünk, hanem levegőt, és azt kérjük, hogy ha egyszer már hagyta, ez a kormány hagyta, hogy az előző városvezetés egy ekkora adósságot felhalmozzon, akkor egy pici türelmet ennek a városvezetésnek is adhatott volna. Úgy, ahogy minden bajba jutott, önhibáján kívül bajba jutott magyar polgárnak jár a hiteltörlesztési moratórium, mi azt kértük, hogy a pécsi közösségnek is járjon. Erre kaptunk tegnap egy határozott nemet. A gépjárműadót illetően pedig még ismétlen csak azt kérjük, hogy a kormány adja vissza azt a gépjárműadó 40%-nyi bevételt, ami eddig Pécset illette, és nagyon hiányzik a pécsi utak állapotának javításához. Az aláírásgyűjtési akcióval azt kérjük, hogy a pécsiektől, hogy álljunk ki közösen magunkért, és azt kérjük tőlük, hogy a pécsi városvezetéssel együtt az aláírásokkal segítsék azon érdekérvényesítő erőnket kifejezni, amiben azt kérjük, hogy Pécsnek járjon vissza, ami a pécsi lakosokat megilleti. Kérem tehát minden pécsi lakost, aki minket figyel, aláírásával támogassa az akciónkat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.